A klímaváltozás az nem a jövő, hanem a sajnos a jelen. 2024 márciusa a valaha mért legmelegebb március volt. 1,66 Celsius fokkal volt magasabb a márciusi átlaghőmérséklet globálisan, mint az, mint, a, mint az átlag. Jelenleg már túl vagyunk az 1,4 Celsius fokos globális klímaváltozási átlaghőmérséklet emelkedésen, ami azt jelenti, hogy alkalmazkodnunk kell. A terve között szerepel például a röngátaknak az elhelyezése, ami ugye egy, egy nyári villámárvíz esetében a sajó vízgyűjtőjén ezeket a nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló vizeket tudja a, a domboldalakon, a hegyoldalakban úgymond lelassítani, és az leohordott törmeléket megállítani, ezáltal az ott lévő településeket tudja mentesíteni ettől a villámárvíznek a hatásaitól. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Color Podcast legújabb adását látják. Kazinc Barcika néhány évvel ezelőtt a Borsodkemmel és a Miskolci Egyetemmel közösen elindított egy projektet Life Klimkop néven. Ez alapvetően a klímaadaptációt és a klímaalkalmazkodást próbálja megvalósítani helyi szinten a város, a tudomány és a vegyipari óriás együttműködésében. Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Vendégem Herner Katalin, a Követ Egyesület ügyvezetője. Szervusz, jó estét kívánok! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket! Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Tulajdonképpen ez a beszélgetés egy kicsit nekünk is új, mert eddig a podcastekben mindig próbáltunk emberekről beszélgetni. De ez a téma, amiről most fogunk, ez legalább annyira fontos, mint az emberek, mert hogy a jövőnkről van szó. Elhangzott egy kifejezés, ez a Live Klimkop. Ezt azt gondolom, hogy a barcikaiaknak a nagy része lehet, hogy. Hallott már róla, vagy úgy nagyjából tudják, hogy miről is van szó? Ez egy nagyon különleges együttműködés, egy hármas együttműködés a ti részvételetekkel. Mit kell erről tudni pontosan? Így van, hát ezt nagyon örülünk neki, hogyha a barcikai lakosok nagy része már hallott erről a projektről. A projekt 2020. szeptemberében indult, és egyébként idén novemberben fog zárulni. A projektnek az apropója az az, hogy a klímaváltozás az már tény. Tehát egy picit erről is lehet beszélni, hogy azok a tünetek, azok a jelenségek, amelyeket tapasztalunk. Akár arra gondolva, hogy egyébként a 2024. márciusa a valahamért legmelegebb március volt, 1,66 Celsius fokkal volt magasabb a márciusi átlaghőmérséklet globálisan, mint az, mint, a, mint az átlag, vagy például a februárunk az például a valahamért legmelegebb 7. márciusnak felelt volna meg. Tehát ezek a jelenségek, azt gondolom, hogy mindenki tapasztalja ezeket, mindenki a saját bőrén érzi, illetve elég egy híradót kinyitni, azt gondolom, hogy megnézni, és már ezek itt vannak. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a klímaváltozás az nem a jövő, hanem a sajnos a jelen. Ha pedig ez így van, akkor annak ellenére, hogy a világvezetői, a vállalatok és a, az emberek jó része is tudja a problémát, ismeri, hogy ez, ez, ez egy létező dolog, ennek ellenére a globális üvegházhatások kibocsátások mennyisége nem csökken évről évre, hanem egyre jobban változik. Ez azt eredményezzi, hogy azok a klímacélok, amelyeket egyébként magunk elé kitűztük, mint emberiség, mint ország, mint kontinens, akár az eu gondolunk, ezek jelenleg nem látszanak annyira reálisnak, vagyis itt jön be a klímaadaptáció, a klíma adaptáció. A klímaváltozás az egy, egy létező jelenség, jelenleg már túl vagyunk az 1,4 Celsius fokos globális klímaváltozási átlagőmérséklet emelkedésen, ami azt jelenti, hogy alkalmazkodnunk kell a megváltozott körülményekhez, alkalmazkodnunk kell azokhoz a jelenségekhez, tünetekhez, amely amelyeket tapasztalunk, és amelyek klímakockázatokként jelen lesznek, és már jelen vannak az életünkben. A projekt abban különleges, hogy nem csak egy város vagy egy ország próbál -e ez alkalmazkodni, hanem a Life Climco projektben Úgymond egy tárgyalóasztalhoz ültetjük a városokat és a vállalatokat. És ebben kazén azért egyedülálló, mert a projekt mintaterületet alkotja gyakorlatilag. Tehát kazén a város, a város területén lévő óriási vállalattal, a borsot kemmel együtt megpróbálják kitalálni azt, hogy klímaadaptációban, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásban miként tud együttműködni egy vállalat egy várossal. Csak bennem mindig az az érzés fogalmazódik meg, hogy mindig csak beszélünk arról, hogy valamit tenni kellene, de hogy olyan jelentős változások soha nem történnek, amik valamit megváltoztatnának, vagy csak valamit szinten tartanának. És hogy beszéljünk az eredményekről, még mielőtt mindennek az elébe mennénk. Ugye azt említetted, hogy 2020-ban indult ez a program, tehát most négy éves. Mik azok az eredmények, amiket sikerült elérni, ami kézzel fogható jelenségei annak, hogy próbálja a város és a vegyipari óriás megállítani mondjuk a klímaváltozást, vagy legalábbis tenni az érdekében? Hát igen, sajnos megállítani nem fogjuk tudni. Ezt most így jól látjuk. Mielőtt még belemennék az eredményekbe, szeretnék arra egy picit kitérni, hogy a projekt azért a kazincbarcika és a borsotkem a Miskolci Egyetem a konzorcium vezetője, de emellett még három másik szervezet is részt vesz a konzorciumban és a projektben. Ők pedig a Geogold Kárpátia Kft., akik egyébként a tervezett és megvalósítás alatt álló röngátakban például, hogy a terben vettek részt. A Hungarof Met Nonprofit ZRT, akik a projekt ideje alatt egyébként többször nevet változtattak, mert ők ugye egy, egy olyan intézmény, akinek változott a neve, de ők is nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen a, hiszen a hőmérséklet akár a hőhullámok előrejelzésében, akár a meteorológiai előrejelzésekben játszanak szerepet, és a követ egyesület a Fentartató Gazdaságért, amit az én szervezetem, a mi szervezetünk, mi pedig főleg a diszeminációban és ebben az aktív szemléletformálásban játszunk fontos szerepet. Tehát mi úgymond kiszolgáljuk és segítjük ezt a konzorciumot azzal, hogy minél szélesebb körben eljuttatjuk, akár mint itt most az eredmények, a célkitűzéseket és beszélünk arról, hogy ez miért is annyira fontos maga a klíma alkalmazkodás, a klímaadaptáció. Az eredményekről ugye novemberben fog zárulni a projekt, egy nagyon nagy szabású projektzáró konferenciával, eseménnyel, amit itt a városban kerül majd megrendezésre, úgyhogy mindenkit itt is buzdítok arra, hogy hogy majd figyelje ezeket az eseményeket. De igazából már több olyan eredményünk van, amit már most is be lehet nem mutatni, vagy be lehet mutatni. A múlt héten például vállalatokat hívtunk a Borsodkem területére, ahol a 아 <목소리법> Borsod Kemnél megvalósult szennyvíztisztítási prototípus néztük meg a gyakorlatban. Ez egy olyan prototípus, amely arra képes, hogy a Borsod keletkező ipari szennyvizeket egy több lépésből álló szennyvíztisztítási technológia sorral olyan szintre tisztítsa meg, hogy akár ezt más célokra is fel lehet használni. Tehát a tisztított szennyvíz az nem csak, hogy a sajóba, mint befogadóba gond nélkül beengedhető, hiszen minden param megfelelennek, hanem vissza lehet vezetni a Borsotkem egyéb technológiáiba, és a technológiában magában is újra lehet ezt használni ezeket a vizeket, vagy akár a város a, a különböző zöldfelületei locsolására is használhatja. És hogy ez miért ilyen fontos, ugye a sajó, mint közös vízadó a Borsotkem, illetve a kazincbarcika városában is, é, nem mindegy, hogy mekkora az a vízmennyiség, amit ugye a nagyvállalat kivesz, amit használ. És nagyon nem mindegy, hogy milyen szintre tudja ezt megtisztítani a végén. Maga a prototípus egyébként tényleg egy, egy, egy nagyon jópofa berendezés, ami egy, egy ilyen konténerben foglal helyet, és óránként egy-három köbméternyi tisztított szennyvizet tud előállítani, de Borsodkemnek feltett szándéka, hogy ezt nagyban is meg, megvalósítsa, és ez tényleg csak egy, egy minta erre, egy ilyen tesztüzem, amit hogyha nagyban megvalósít, akkor az az óriási mennyiségű víz, amit ő évente kivesz, és aztán tisztítva visszajuttat a sajó ö, ö, vízgyűjtőbe, azután lecsökkenthető, és ö, ugye a körforgást, azt, azt, azt meg tudjuk valósítani azzal, vagy meg tudja a valósítani azzal, hogy visszatáplálja a technológiába ezt a tisztított szennyvizet. De ez csak egy a, a megvalósított tervek közül. A tervek között szerepel például a röngátaknak az elhelyezése, ami ugye egy, egy nyári villám árvíz esetében a sajó vízgyűjtőjén ezeket a nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló vizeket tudja a, a domboldalakon, a hegyoldalakban úgymond lelassítani. És az Leohordó törmeléket megállítani, ezáltal az ott lévő településeket tudja mentesíteni ettől a villámárvíznek a hatásaitól. Ez még most engedélyezés, illetve kivitelezés alatt van de novemberre ez is elkészül. Aztán elkészült például Kazincvarcik a fakatasztere, ami azt jelenti, hogy számba vételezték a városban lévő zöld felületeken a fák minőségét, a fafajtákat, a fáknak a mennyiségét, és ez is egy elérhető, térképes formában lekövethető fakataszterben lesz, lesz elérhető egyébként a lakosok számára is. És ezen kívül még nagyon sok olyan szemléletformálási projekt is megvalósult egyet, hogyha kiemelhetek, hogy éppen a mai podcastra egy iskolából érkeztem, hiszen az iskolásoknak, a 6. 7. osztályos iskolásoknak meséltünk a projektről, a klímaváltozásról, a klímaadaptáció szükségességéről. Egy picit, hogyha puskázok, akkor azt hiszem a Tompa Mihály iskolában, az Árpád Fejedelem téri iskolában és a Pollak Mihály iskolában 6. 7. osztályosoknak tartottunk, tartottunk erről. Interaktív oktatásokat, ami azt jelenti, Jelenti, hogy, hogy arra is kíváncsiak voltunk, hogy ők hogy látják ezt, és nagyon cuki dolgokat, javaslatokat, ötleteket adtak nekünk a, az órákon. Te mennyire látod azt, hogy a gyerekek lehetnek majd a mi segítségünkre? Mert hogy ők gyakorlatilag már úgy, mi, mi nem úgy születtünk. Tehát akkor, amikor mi, nem tudom, 50 évvel ezelőtt megszülettünk, akkor akkor nem volt még egyáltalán ilyenről szó. És a mai gyerekek egyre jobban ebbe élnek. Tudom, ennek a legalapvetőbb dolga az, hogy mondjuk válogatják a szemetet, vagy talán már picikét tudatosabbak, és ugye mindig azt hangoztatják a pedagógusok, meg a felnőttek, hogy a gyerekeken keresztül kell a szülőket is szemlélet formálni. Te hogyan látod ezt a kérdést? Abszolút így van. Egyébként mi, mint Követ Egyesület, mi vállalatokkal foglalkozunk, vállalati tagjaink vannak, tehát kevésbé a lakossághoz vagy a gyerekekhez szólunk. De jó magam, nekem is három fiam van egyébként ilyen kamaszkorosztályban, tehát többször szoktam iskolában előadni. Azt tapasztalom és azt látom, és azt hisszük a projektben is, hogy ők a gyerekek nagyon sok mindent tudnak már, nagyon sok ilyen információjuk van, hiszen készségszinten ugye az interneten böngésznek, amelyekről tudnak, amelyekről részinformációjuk vannak, de nem biztos, hogy látják az, az összefüggéseket. És a mai nap is ezt tapasztaltam az iskolában, hogy bár nagyon jó ötleteik vannak, nagyon sok mindent látnak, az összefüggést a között, hogy például reggel bemegyek az iskolába, vagy az iskola előtt a sarki ABC-be, és megveszem, Köszönöm a fél literes. Jobb esetben ásványvizemet, rosszabb esetben akár energiaitalt, és aztán azt utána vagy a szemét bedobom, vagy a szelektív bedobom, vagy rosszabb esetben az árokpartra hajítom el, és egyébként vannak ilyen globális környezeti problémák, nem biztos, hogy látják ezeket az összefüggéseket. Azt gondolom, hogy a megvilágítás erre, erre szolgál, hogy ők pontosan lássák, hogy bár ők egy kis pont nyilván az óriási tömegben, de mégis mindenki a saját felelősségi körének megfelelő döntéseket tud hozni. Azt, hogy például egy kulacsban hazúról elviszi a, 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 a sima csapvizet, és azt is szanap közben, vagy minden nap egy fél literes petpalack fog a szemétbe landolni, és azt utána szelektíven gyűjti, vagy nem. Ezek az ő egyéni döntései, egyéni felelőssége, és pont ezek az apró döntésekből áll össze az, hogy egyébként mi felé tartunk, és, és milyen jövőt fogunk pontosan az ő részükre átadni majd, az ő és az ő unokáik részére. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a gyerekekben nagy potenciál van, segíteni kell őket abban, hogy megértsék az összefüggéseket. És hogyha nézzük azt, hogy a gyerekeknél a petpalack vagy a dobozos üdítő lehet a probléma, akkor azért vállalati szinten te biztos jobban látod azt, hogy ez meg mennyire nagyobb méretű probléma. Az, hogy a borsatkám megpróbál látványos és nagy lépéseket tenni annak érdekében, hogy valahogy próbálja zöldíteni azt a feladatot, amit ő ellát, az, az lehet talán példaértékű is. De általánosságban te hogyan látod a vállalatoknak a helyzetét? Mennyire vannak ők erre felkészülve? Mennyire mennyire van a tudatukba az, hogy nekik tenniük kell azért, hogy mondjuk a mi gyerekeinknek legyen jövője is most ezt, Tudom, hogy lehet, hogy már elcsépelt mondat vagy gondolat, de, de nem van... tudom, hogy hogy lehet jobban megfogalmazni. Igen, egy picit elcsépelt, és ugye az egész fenntarthatóság most egy nagyon trendi, nagyon divatos dolog, ettől függetlenül beszélnünk kell róla, és meg kell valósítanunk. Tehát én azt gondolom, hogy ma, 2024-ben a vállalatok nagy része tudja, hogy neki ezzel a területtel foglalkoznia kell. Mi már nagyon régóta ezzel foglalkozunk, a követ egyesületnél 29 éve lesz idén. És bizony, én megértem azt, amikor még győzködni kellett a vállalatvezetőket, hogy foglalkozzanak a környezetvédelem fenntarthatósággal. Ma már a jogszabályok, a kihívások, az elvárások annyira erősek a vállalatok felé, hogy én azt gondolom, hogy nem engedheti meg magának egy vállalatvezető sem azt, hogy ezzel nem komolyan gondolkodik ezen a területen. Mivel, hogy trend lett, és mivel, hogy a vállalatok érzik az elvárást, érzik a kihívást, ezért viszont egy picit előre tört az a dolog is, hogy vannak olyan vállalatok, akik talán többet beszélnek róla, mint amennyit tesznek. Ugye egy létező fogalom a greenwashing, erre mi mindig nagyon óvaintjuk a vállalatokat attól, hogy többet kommunikáljanak a zöld teljesítményükről, mint amit a valóságban letesznek az asztalra. Tehát nagyon fontos a sorrend. állapítsák meg, hogy hol vannak a legnagyobb környezeti hatásaik, hol vannak fent a fenntarthatóságban a lemaradásaink, a gyenge pontjaik a vállalatoknak, tegyenek azért, hogy ezeket orvosolják, javítsák, és utána a valós környezeti teljesítményükről, a valós fenntarthatósági teljesítményükről pedig aktívan és valójában kommunikáljanak, hiszen ezzel jó példát tudnak adni más cégeknek is, a jó gyakorlatokat más cégek is elővehetik. Én azt gondolom, hogy a Kemnél ez egy óriási dolog, hogy, hogy egy ilyen nagy vegyipari vállalatként fölvette az ászlajára a fenntarthatóságot, a környezeti teljesítményt, és valóban aktívan tesz azért, hogy kisebb legyen ez a, lássuk be, hogy azért elég nagy környezeti lábnyom, amit az ő tevékenységük ő, ő, okoz. Az említett... Ő, szennyvíztisztítási prototípus mellett egyébként ö, ö, rengeteg dolgot tettek ők, ők maguk is. Tehát akár zöldetős ö, megoldásokat alkalmaznak a Borsodkem területén, akár egy buszmegállóra, vagy épületre gondolunk. Egyébként meg fásítással próbálják a zöld felületeket növelni, és nagyon sok olyan rendezvényen a saját munkavállalóikat érik el, szintén szemléletformálással, ö, hiszen tudjuk, hogy több ezer fő dolgozik a Borsodkemnél, és tudjuk, hogyha őket egy picit tudjuk szemléletformálni, akkor, akkor nyilván akár az otthonukba is ezt át tudják vinni. Ezen kívül például ilyen egyköbös tartályokat, csapadékvízgyűjtésre alkalmas tartályokat adtak át a lakosságnak az elmúlt években. Pontosan azért, hogy a klímaváltozásnak az egyik hatása az, hogy a szályos időszakok lépnek föl a, a nyári időszakban. Ezt tudják kiküszöbölni, hogyha valaki otthon gyűjti a csapvíz, vagy helyett az esővízzel öntözés otthon gyűjti a, az az esővizet, akkor annak többszörös pozitív hatása is lehet, és ebben is éleljáró itt a borsodkán. Ti hogyan látjátok, hogy Kazincz Barcika, a ti szervezeteitek és az egyetem mennyire, mennyire jól végzi a dolgát ebben a projektben? Tehát, hogy valóban látványosak és elegendőek azok az eredmények, amiket sikerült eddig elérni, vagy mondjuk novemberig sikerül majd elérni, vagy ez gyakorlatilag semmi, hogyha globálisan nézzük a földünket? Hát, hogyha globálisan nézzük a Földünket, akkor ez tényleg csepp a tengerben, azt gondolom, de hát nem is lehetnek azért akkora célkitűzéseink. Én azt gondolom, hogy a projektnek nagyon jók a célkitűzései, nagyon jó gyakorlati, eredményorientált uh, célokat uh, tűztek ki, tűztünk ki már az íráskor, és ezt fokozatosan lépésről lépésre valósítjuk meg. Uh, Azért 2020. szeptemberében, amikor elindult a projekt, hogyha emlékeznek a hallgatók, nézőkre, akkor ugye ponton volt a COVID-járvány. A projektet egyébként úgy terveztük indítani, hogy nemzetközi kitekintéssel, study-túrokkal menjünk el külföldre, nézzük meg, hogy akik már előrébb járnak, mit tettek ez, ezen a területen. Hát tudjuk, hogy 2020. szeptemberében mindent lehetett csak éppen utazni, nem? Tehát egy picit csúszással is indult a, legalábbis ez a, ez a része a dolognak. És mint minden projekt ugye fel kell venni a ritmust. Én azt gondolom, hogy itt a finisben nagyon jól állunk, éppen egy pár hete volt egy, egy projekt meetingünk, akkor azt néztük meg, hogy mik a célkitűzések, mik a, az elérendő célok, és ezekben hogy állunk. És bátran mondhatom, hogy novemberig elérjük a célokat, Uh, például most egy olyan jó gyakorlat gyűjtemény jött a konzorciumból, és egy olyan jó gyakorlat gyűjteményt szedtünk össze, ami mind városi, mind vállalati jó gyakorlatokat gyűjtött össze. Ezek is elérhetőek lesznek a Live Klimkopnak a honlapján, és bátran lehet szemezgetni, hogy mit lehet lekoppintani, mit lehet utánozni, hiszen ennek pont ez a lényege. Az összes live projektre elmondható, hogy a live olyan projekteket támogat, amelyek utána máshol is alkalmazhatók lesznek. Ez országon belül például a Life climb ban úgy valósult meg, hogy nagyon sok vállalat-város együttműködést kezdeményeztünk a projekt ideje alatt, tehát voltak olyan workshopok, ahol leültettük egy tárgyalóasztal mellé, hogy így mondjam, tényleg egy, egy, egy aktív, egy interaktív workshop eréig a városokat és az ott működő vállalatokat. Voltak én például Tatabányán, Nyíregyházán, Szügyön, Székesfehérváron, Veszprémben, Pécset. Tehát sok ilyen kezdeményezés indult el, hogy aztán ezt ők hogyan tudják tovább göngyölíteni, ez már azért egy picit az ő dolguk is, de mi így a kezdő lökést igyekeztünk megadni ezeknek a településeknek és a városoknak. Tehát én azt gondolom, hogy hogy az eredmények jönnek, az eredmények meg lesznek, de nyilván globálisan nézve azért ez, ez csepp a tengerben, nagyon sok ilyen projektre volna még szükség mindenfelé. Hogyha csak a kontinensünket nézzük Európát, akkor hogyan látod a mi kontinensünk helyzetét? Hogy itt Magyarországon mennyire próbálunk tenni? De valóságosan nem csak úgy, hogy beszélünk róla, és mi a helyzet mondjuk az egész kontinensen. A Amerikáról most én nem tudom, hogy érdemese beszélni, mert azt látom, hogy mi azért hajtunk a zöldért, hogy ők utána jól érezzék magukat, tehát, hogy bennem körülbelül ez az érzés van, de gondolom, hogy aki, aki látja ezt a helyzetet, hasonlóan gondolkodhat, hogy ők járnak a nem tudom, 6000 köpcentis autóval, meg a 8000 köpcentis, műanyag műanyagszívó szállalisszák az üdítőket, mi meg itt eszük, ezt a kukoricával összeragasztott szívószálat, tehát hogy, hogy azt, azt gondolom, hogy mi próbálunk tenni, és hogy máshol meg nem így van. ez hogyan látod? Ö, majd a vállalati oldalra még mindenképpen térjünk vissza, de most akkor erre válaszolnék. Ö, egyrészt ez részben ugye politikai dolog is, ezzel mi nem foglalkozunk. Másrészt pedig mindig azt szoktuk mondani, hogy, hogy... Hogy, hogy, lehet, hogy amit én hozzá tudok tenni emberként, egy vállaltvezetőként, egy polgármesterként, vagy akár egy politikusként, az lehet, hogy így csepp a tengerben, hogyha globálisat nézem, de mindenkinek azt gondoljuk, hogy a, a, a felelősségi köre addig tart, a még a döntési köre. Tehát pont erről beszéltem a gyerekeknek is, hogy az ő döntésükörük az pont ez, hogy Bemennek, meg, megveszik a fél literes palackot, vagy nem veszik meg. Nyilván egy, egy vállalatvezetőnek sokkal komolyabb döntési jogköre van, és ezért sokkal komolyabb felelősségi köre is van. Ugyanígy, hogy város polgármesterének, vagy akár az országvezetőiknek, ugye sokkal ö, ö, fajsúlyosabb dolgokban dönthetnek, és a felelősségük is ott van. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt a területet nagyon fontos úgy néznünk, hogy mindenki a saját, saját magából tudja kihozni a legtöbbet, és a saját területén a legjobbat, hiszen valóban, ha most arra gondolunk, hogy én nem tudom, én biciklivel járok mondjuk, de közben meg Tőlünk ide, ugye pár száz kilométerre a tankok, ugye mennyi üzemanyagot fogyasztanak, mondjuk egy nap alatt, tehát hogy nem lehet összehasonlítani. De van, amitről én tudok dönteni, tenni, és van, amiről meg nem tudok. Tehát mindenki azt próbálja meg megtenni, amit, amit ő maga meg tud, és hogyha így tesszük, akkor azért ez így összeadódik. Az előbb a vállalatokról beszéltünk, és hogy ezekről a kihívásokról összefügg ezzel a kérdéssel is. Olyan jogszabályok, olyan elvárások ö, érik a vállalatokat, gondolok itt az Európai Uniós CSRD elvárásokra, ESG törvényre, Amelyek megint csak arra viszik a vállalatokat, hogy foglalkozzanak ezzel a területtel, és komolyan foglalkozzanak, hiszen erről ö, a, ezeknek a, az előírásoknak a fényében már jelenteniük is kell. Tehát a saját teljesítményüket be kell mutatni, számokkal kell bemutatni, jelenteniük kell róla, és megfelelő információt kell szolgáltatni arról, hogy mi van a teljesítmény mögött, mi van a számok mögött, hiszen ezeket átláthatóan hitelt érdemlően, hitelesíthetően kell majd bemutatniuk. Úgyhogy igazából ezek a dolgok, én azt gondolom, hogy jó felé mutatnak, jó felé visznek, az átláthatóság, a megbízhatóság és a valódi fenntarthatósági teljesítmény felé. És mennyire vagyunk későn? Tehát, hogy rendben, hogy most benyújtják az adatokat, meg láthatólag próbálnak tenni, de ettől valóban jobb lesz, vagy valamit tudunk legalább szinten tartani, vagy ettől ugyanúgy romlanak a mutatók muszáj azt hinnünk, hogy ettől jobb lesz, tehát ez az ilyen kincstári optimizmusomnak nekem is meg kell lenni, de egész őszintén, hogyha személy szerint kérdezel, akkor ez én elég realista vagyok, és ajánlom mindenki figyelmét be egyébként, hogyha tehetek ilyet azokat a podcastokat, amit egyébként Gelencsér András, aki a Panon Egyetem rektora, vagy Pogácsa Zoltán, aki ugye egy alternatív közgazdaságtannal foglalkozó kutató, akik ezekben gondolkodnak és tényleg nagyon sok ö, tartalom elérhető az ő, az ő gondolataikkal. Én nem vagyok túl optimista, de meg kell tennünk mindent az, annak érdekében, hogy a lehető legrosszabb forgatókönyvet elkerüljük, és a lehető leginkább kihozzuk a, a helyzetből a legjobbat. Hogyha a számokat nézzük, az adatokat nézzük, ahogy az előbb is már említettem, nem vagyunk túl jó helyzetben. Ugye a párizsi klímamegállapodás, hogyha most csak a klímaváltozást nézzük, de számtalan más környezeti probléma is van itt nyilván. Most csak, ha a klímaváltozást nézzük, akkor a párizsi klímamegállapodás kitűzte célul, hogy, hogy az évszázad végére ne haladja meg a globális átlaghőmérséklet az iparosodás előtti korszakhoz képest a kettő, de lehetőleg másfél fokot. Már lassan meghaladjuk. Tehát elhagytuk az 1,4-et, egyes források szerint 1,6-ot. És hol van még ugye az évszázad vége? Tehát... Annak ellenére, hogy körülbelül a 70-es évek óta tudjuk, hogy a klímaváltozás az létezik, és hogy ez probléma, és az utolsó 10 évben tudjuk, hogy ez nagyon felgyorsult, ennek ellenére, hogyha megnézzük a globális kibocsátási adatokat, és látjuk, hogy milyen előírások vannak, és Green Deal és EU klímasemlegessége is minden gyönyörű, akkor ha megnézzük a kibocsátási adatokat, azok sajnos nem csökkennek megnézzük a globális kibocsátási adatokat, a sajnos kivéve a Covid egy-két éve alatt, amikor tudjuk, hogy ugye nem repültek a repülők, és nem volt akkor a logisztika, ezen kívül évről évre egyre csak növekszik. Tehát tudjuk a problémát, valahogy próbálunk is tenni ennek érdekében, az hatásos eredmények azonban mégsem láthatók. Ez azt jelenti, hogy még erősebben kell próbálnunk, még többet kell szemlélet szemléletformálnunk, még több emberhez, még több vállalathoz kell elérnünk, még több döntéshozókhoz kell elérnünk, hogy mindenki a saját szintjén a lehető legjobb döntéseket hozza, annak érdekében, hogy elérjük azt a kitűzött célt, hogy 2050-re azért még egy, egy működő kontinenst és egy működő bolygót hagyjunk. Valóban a gyerekeinkre és az unokáinkra. Én most azt látom, hogy a probléma akkor vagy az lehet, hogy ti vagytok nagyon kevesen, és sokkal többen kellene, hogy legyetek, vagy pedig mi teszünk nagyon-nagyon keveset, akár vállalati szinten, akár személy szinten, mert ahogy említetted is, hogy mindenkinek a saját életében kell meghozni azokat a döntéseket, amikkel ő tud segíteni a vállalatvezető céges szinten, az anyuka otthon a szelektív hulladékgyűjtéssel, a gyerek azzal, hogy nem a műanyagpalackból isz az ásványvizet, hanem kulacsból a csapvizet, te, de hogy látod ezt a kérdést, hogy mennyire kellene drasztikusan változtatnunk, és például hogyan, hogy látható eredmény legyen a számok tekintetében. Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert tényleg itt a nagyszámok törvénye. Tehát minél többen, minél többen gondolkodunk így, minél többen keressük ezeket a megoldásokat. Számtalan példát lehet mondani. Például, hogyha a helyi piacon vásárolok, és a helyi termékeket keresem, és mondjuk, nem tudom, én a tél közepén nem akarok például cseresznyét enni Dél-Amerikából, meg epret, mert az milyen finom, de nem, mert, mert nincs rá szükségem. Tehát, hogy, hogy minél többen gondolkodunk így, és szerint cselekszünk, a vállalatok előbb-utóbb érzékenyek lesznek rá. Mondok egy nagyon kirívó példát, kedvenc példám, kedvenc negatív példám. Adventi naptár kutyáknak, macskáknak. Létező termék. Létező termék, van, aki megveszi. Ha nem vedné meg senki, akkor nyilván nem, nem, nem létezne ilyen termék. Tehát, hogy egy picit próbálunk meg úgy gondolkodni, hogy mi az, amire tényleg szükségem van, mi az, ami szükséglet, és mi az, ami igény, és mi az, ami luxus igény, és mindenki megpróbálná ezt így egy picit a saját területén, de ugyanez egy vállalati szinten is érvényes, hiszen például ö, ö, zöld rendezvényekkel is foglalkozunk vállalatoknál, és bődületes dolgokat tapasztaltunk, meg mindenki, aki már volt rende céges rendezvényen, azt tudja, hogy ez egy ilyen Erezdel a hajam rendezvény is tud lenni, amikor ugye pénz nem számít, és, 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 és étel, és aztán az ételmaradék, stb. Már a vállalatok sem így dolgoznak, már ők sem így gondolkodnak. Pontosan tudják, hogy nem engedhetik meg maguknak például, hogy egy családi napon ö, azt lássák a dolgozók, hogy őrült mennyiségű étel kerül utána a hulladékba. Ha nem megpróbálják úgy felmérni az igényeket, olyan ételt adni, megpróbálják mondjuk a, a megmaradt ételt előre ö, megszervezve, olyan helyekre juttatni, ahol még hasznosul. Tehát én azt gondolom, hogy minél több az elvárás, minél több a a kívülről jövő nyomás a vállalatokon, a kormányokon, a, a pártokon, teljesen mindegy, az előbb-utóbb az valósággá fog válni, hiszen, hiszen a, 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 a bemegyünk a boltba, és a vásárlásunkkal ugye mindig egy választást egy döntést hozunk, egy választást, hogy megveszem-e azt a az adventi naptárt kutyáknak, macskáknak, hiszen pontosan tudjuk, hogy semmi értelme, mert, mert, nincs, nem kell magyarázni, és még számtalan ilyen teljesen felesleges luxus termék vesz körül bennünket, amelyeket abszolút lehetne nélkülözni a, az életünkből, és közben pedig recirkulálni az anyagokat, ugye a körforgásos gazdaságba, mondjuk egy nagyon szélsőséges példát a textilipar, ugye a, 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 a fast fashion a fast fashion globálisan az egyik legnagyobb környezetterhelés, hiszen azok a, azok a fast fashion darabok, amiket megveszünk, azok valahonnan a távol keletről származnak, óriási nyersanyagigényel, vízigényel, utána elszállították őket, és aztán lássuk be, hogy vannak társaink, akik nagyon rövid használat után, megunják és kidobják, és nem tudom, hogy mi lesz velük. És ez egy óriási probléma, amit egyébként már nagyon sokan felismertek, és például vannak olyan divattervezők, ebben a témában annyira őszintén megmondom, hogy nem vagyok járatos, de tudom, hogy vannak olyan divattervezők, akik már például használt ruhákból indulnak, és abból gyártanak valami újat. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon sok morzsa van már, akik ezeket felismerték, és ez úgy, mint ahogy a, a kovászban ugye ezek a kis élesztő gombák, ahogy terjednek, ezek össze fognak érni, és bizony várom azt a, azt a pillanatot, amikor, amikor ott maradnak a, a, dobozos, nem tudom én, ásványvizek a polcokon, ott marad a adventi naptár például kutyáknak, macskáknak, ott marad a polcon, vagy a fast fashion egy kicsit le, lelassít ebben az egészben, és az emberek jobban átgondolják, hogy, hogy mire van valójában szükségük. Van esetleg reális félelmed abban a tekintetben, hogy mindezek akkor fognak csak eljönni, hogyha valami végzetes tragédia vagy katasztrófa történik, vagy olyan, ami már visszafordíthatatlan? Én megmondom őszintén, hogy mi, akik ebben a témakörben dolgozunk már nagyon sok ideje, amikor bejött a COVID, akkor azon kívül, hogy egy, egy szörnyű dolog volt, és nyilván rengeteg emberi tragédiát okozott, azon kívül mi. Azt reméltük egy icipicit, hogy ez rávilágítja a figyelmet arra, hogy egyébként lehetne máshogy is. Hiszen gondoljunk bele, a COVID, mondjuk másfél éve alatt, amikor tényleg voltak a lezárások, az emberek nem utaztak. Az emberek nem utaztak el egy meeting erejéig, mondjuk nem tudom én Frankfurtba, hanem megoldották online a vállalatok is. Az emberek megoldották Home Office-ból a, a munkát a legtöbben, vagy nagyon sokkal legalábbis, és nem ingáztak mondjuk naponta 200 kilométereket. Tehát, hogy vannak olyan megoldások, amelyek például akár a, Covid ideje alatt jöttek. Egy picit abban reményket, és egyébként lecsökkent az energiafogyasztás, lecsökkent a széndiokszid kibocsátás abban az időszakban, hiszen kisebb volt a transport. Ráirányította például a figyelmet a, a beszállítói lánc ér, ér, érzékenységére és sérülékenységére, hogyha egy vállalat mondjuk beszállítói lánca nagyon messzire terjed, és nagyon messziről kell behozni ezeket a termékeket, akkor például egy ilyen helyzetben lehet, hogy le kell állítani a gyártást, mert nem tudnak bejönni ezek az alapanyagok. Mi nagyon reméltük, hogy mondom még egyszer, annak ellenére, hogy nyilván senki nem örült ennek a járványnak, tehát azért ezt, ezt tudni kell, de hogy egy másik ösvény tud megnyitni az emberi gazdaság és társadalom előtt, amiben talán ráeszmélünk arra, hogy lehet máshogy is. És az a szomorú valóság, hogy mihelyt vége lett a COVID-nak, a GDP-nek nőnie kell, a turizmusnak fejlődnie kell. Nem csak, hogy visszatértünk ugyanarra az útra, hanem még, mintha rátettünk volna egy lapáttal, még mintha egy ilyen gőzmozdonynak a, a, a kazányába még egy lapát szenet bedobtunk volna, hiszen be kell hozni azt a másfél év GDP és egyéb lemaradást. Tehát, hogy nem sikerült. Pedig azt gondolom, hogy ez az emberiségnek egy jó nagy pofon volt, amit ott mi a, az egész emberiség a COVID alatt. Tehát igen, úgy néz ki, hogy, hogy lehet, hogy abból tanulunk, hogyha, hogyha még nagyobb megrázkodtatás ér bennünket. Erről szól egyébként egy nagyon érdekes mozgalom, ez a, ez a, a, a mély alkalmazkodás, ez a, a Deep Adaptation, aminek utána lehet nézni ilyen címen. Ez egy nemzetközi mozgalom hazai ö, ö, megfelelői is vannak, amik pont arra irányítják rá a figyelmet, hogy hát most vagy ö, ö, adaptálódunk magunktól, vagy pedig kénytelenek leszünk. Tehát kénytelenek leszünk adaptálódni, és négy területen, nem vagyok annyira játos benne, négy területen alkotja meg azokat a dolgokat, hogy mi az, amit el tudunk engedni, akár már most, tehát hogyha valaki így leül egy ilyen zárt terembe, és fél órát gondolkodik, tíz dolgot le tudna írni, amit bátran el tud engedni, és nem fog hiányozni az életéből mi az, amit, ami hiányozni fog, de el tudunk engedni, mi az, ami esetleg olyan tudás, amit egyébként a mi nagyszüleink például még tudtak. Tehát a mi nagyszüleink még nagyjából, mondjuk az én nagyszüleim vidéken éltek, falvakban, az élelmiszerüknek a nagy részét elő tudták állítani. Ma ezt már én sem tudom megtenni, és a városban élő emberek nagy többsége nem tudná előteremteni még egy vajat sem, ugye tudjuk, meg még a, a tejet sem, meg nem tudom én a gabonát. Ö, tehát mi az a tudás, amit egyébként régen tudtunk és elfelejtettünk, és érdemes visszahozni. És most nem fogom megmondani, mert nem emlékszem, hogy milyen negyedik, de hogy nagyon érdekes, hogy ez a gri, gri, uh, deep adaptation, ez pont erről szól, hogy hát vagy megtesszük magunktól, vagy azért úgy néz ki, hogy kénytelenek leszünk adaptálódni. És akkor a végén visszatérve egy picit a saját projektünkre, hogyan folytatódik még ez, hiszen ugye említetted, hogy novemberig tart a program. Novemberig tart a program, és nagyon sűrű program elé nézünk még, hiszen még nagyon sok feladatunk van. Ahogy említettem a röngátokat, de például szemléletformálásban már három éve itt vagyunk, és most is itt leszünk a Color city egyébként a nyár folyamán kitelepüléssel, információval. A Color Akadémián még tartunk majd ilyen szemléletformáló ö, ö, dolgokat. Ö, ö, rengeteg a jó az utolsó vonásai vannak, és azt utána napvilágot fog látni. Workshopokat tartunk még vállalatoknak, KKV-knak, a vállalati emberek a diszeminációt visszük még, visszük még, tovább. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a most az elért eredményeknek a tudatosítása, az eljuttatása, mind az barcika a lakosaihoz, mind a Borsotkem munkavállalóihoz, mind egyéb a Sajó völgyében ö, 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 lévő településekhez, akár, a vállalatokhoz, a városokhoz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még nagyon sok feladat áll előttünk, és mindennek a megkoronázása lesz gyakorlatilag novemberben az a konferencia, ahol mindenről pedig nagyon plastikusan és gyakorlatilag be fogunk számolni, úgyhogy ide invitál. Köszönöm, hogy megnéztétek! Remélem, hogy minél többen ellátogatnak majd, de főleg inkább azt, hogy magát, azt a szemléletet, amit próbáltál itt megfogalmazni az elmúlt 30-40 percben, hogy ez sikerül valahol ott a tudat az embereknek a fejébe is beletenni, legyen akár cégvezető, akár pedig csak egy szimpla lakó. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat is, hogy mindezekről beszéltél nekünk. Köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem ezekről. Kedves nézőink, ez volt a Color Podcast új műsorral, legközelebb egy hét múlva, szerdán este 6 órakor várjuk majd önöket, mi számítunk akkor is a figyelmükre. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!